már 10 esztendős a HAKME, vagyis a Hálózat a Kultúráért, Művészetért Egyesület, úgyhogy nem túl váratlanul, de egy elképesztő gálaműsorral emlékeznek majd erre a 10 évre, és ünneplik a születésnapjukat, nem csak gálaműsorral, hanem egy versenyrel is, de ezt majd elmondja a HAKME két oszlopos tagja, egyrészt a főtitkára Farkas Mónika, másrészt pedig az elnökkel Farkas József. Szerbusztok! Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Nézőink látják, hogy olyan, mint egy sportműsor lenne, mert az asztal tele van trófeákkal. Ezt is magyarázzuk meg, mióta rátérünk erre a 10 évre, magyarázzuk meg ezeket a trófeákat, hogy mik is ezek. Jó napot kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm. Ez most lehet itt a szerénytelenség helye, tehát nyugodtan mondjuk. Kíves nézőit. Sorolnám akkor, ugye volt az Aranycinege, amit most már mi negyedik alkalommal csinálunk, egy nemzetközi énekverseny, ahol jönnek belföldről és külföldről is egyaránt, nóta énekesek, akik jönnek a versenyünkre. A másik is egy Aranycinege, az a második Aranycinegénknek volt a jelképe, amit most már mi levédtünk. Tehát ez a mi kis Aranycinege versenyünk, és már így ismerik az országban is. A harmadik az, amire nagyon büszke vagyok. A nagy? A nagy, az életműdíj, amit tavaly kaptam meg a szakmától. És a negyedik, az pedig most az idén kaptam meg a előadó művészi engedéllyel egybekötve, ugye itt ez is a szakma, aranykoszorús előadó művész lettem. Na, azért ez egy szép betetőzés ennek a 10 évnek, nem? Mert nemrég ünnepeltétek több évtizedes zenei pályafutásodat, ami a te zenei működésedről szól, és most viszont ez ünnepre sorjáz mostanában, most viszont a HAKME 10 éves születésnapját fogjátok ünnepelni. Gondolom sok munka előz meg egy ilyen gálát, és ez az egész 10 év sok munkáról szólt, nem Móni? Én azt gondolom, hogy egy ember életében is sok 10 év. Nemhogy egy egyesület életében, ahol azért nagyon sok szakmai munka folyik. És hát 5 percben nem lehet elmondani, hogy mi mindent tettünk, és mi mindent csináltunk. Rengeteg versenyünk volt, ahol gyerekek vehettek részt, népdalverseny, tánctalálkozó, felnőtteknek nótaverseny, gyerekeknek tehetségkutató verseny, hangszeres és énekes kategóriában. Szóval sok-sok munka, színházi előadásunk volt, rengeteg olyan tevékenységünk volt, ami abszolút karitatív, tehát ingyenes ruhaosztást szerveztünk, anyák napján, karácsonykor műsort adtunk a nyugdíjas házakban, Újpesten, tehát nagyon-nagyon sok munkánk volt a 10 év alatt. Azon gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy ugye te énekes vagy, előadó művész, édesapád, muzsikus több évtizede, hogy 10 évvel ezelőtt mi késztetett bent titeket arra, hogy csináljátok egy ilyen egyesületet? Miért nem zenélgetetek békésen tovább? Azt gondolom, az egy egyszerűbb dolog, nem? Meg zsigerből jövőbb, mint hogy ez egy csomó szervezéssel, csomó dologgal, papírmunkával, stb. Járó egyesületi élet. Ez pontosan így van. Én ugye 10 évvel ezelőtt én hajóztam. Kim voltam, hajón dolgoztam, ilyen luxus hajón voltam, mint zenészként. Muzsikáltam. És akkor, amikor hazajöttem, akkor úgy gondoltam, hogy itthon kellene valamit kezdeni magammal. Én nem az a típusú ember vagyok, aki leül, és otthon nézem a tévét, vagy éppen olvasok újságot. Abáj, azt is szeretem, de tehát nem vagyok az. Hát én szeretek emberekkel foglalkozni, világéletemben emberekkel foglalkoztam, és akkor úgy döntöttük, hogy egy ilyen kisebb csoportot hozunk létre, egy egyesületet. Ugye 10 évvel ezelőtt, 2006. március 18-án, akkor úgy gondoltuk, és meg volt az alakuló ülésünk, nagyon sok művész kollega csatlakozott hozzám, nem csak művészek. Az alakulásunk után azt hiszem 2 hónappal vagy 3 hónappal 80 tagunk volt. 80 tagunk volt, aki úgy gondolta, hogy igenis ezt a kultúrát segíteni kell, támogatni kell, ugye megvoltak a célkitűzéseink. Később tudtunk egy klubhelységet, amit béreltünk, ugye itt a Berda József utcában, sajnos már 2 éve nem működik, ugye nincs helységünk, de azzal együtt mi továbbra is működik az egyesületünk, tehát megyünk az ország minden területére, hál' Istennek nagyon-nagyon sok fellépésünk van, sok felkérésünk van. Az alatt készítettünk már most CD-t, rengeteg rádió-tévé felvételünk van, úgyhogy továbbra is működik az egyesületünk. 5 évvel ezelőtt megalapítottam a Farkas Gyula nótakört. Tehát egy másik jubileum, nem? Tehát mert az már most az öt éves volt. 5 éves a jubileum, ugye a nótakörünk.
ők is fel fognak egyébként a jubileumunkon fellépnek, tehát a kórusunk, egy ilyen kórus jelleggel fognak föllépni. Hál' Istennek szívesen jöttek hozzánk, és jönnek a mai napig is jönnek. Egyébként ez a kezdetekkor csak idézőjelben a cigányzenére és a magyar nótára koncentrálta a hakme, és később jöttek be más dolgok? Nem, tehát minden, ami kultúra. Nekünk volt irodalmi körünk, színjátszó körünk, klasszikus, tehát kamarazenekarunk, van egy sporttagozatunk, tehát minden, ami a kultúra, és azért adtuk ezt a nevet, hogy Hálózat a Kultúráért Művészetért Egyesület, hogy magát a kultúrát fogja össze. Tehát volt fotókiállításunk, tehát minden, ami a kultúrához kapcsolódik. Tehát nem cigányzene, meg így nem magyar nóta, csak az egy jelentős nekünk szelete, hiszen mégiscsak egy cigányzenész. Így van. Tehát minden, ami kultúra, az úgy gondoltuk, hogy ide tartozik, és nagyon sokan csatlakoztak. Aztán volt, aki lemorzsolódott, voltak olyan tagozataink, amelyek működtek, most jelenleg nem működnek. Vagy tehát ez változik, állandó változás van. Így van. Tehát volt színház tagozatunk, akikkel gyönyörű színdarabot csináltunk, csak az írónőnk közben meghalt. Most lett egy másik írónőnk, készülünk egy újabb színdarabbal. Tehát folyamatosan, ami a kultúra, ahhoz mi szeretünk hozzányúlni. És vannak olyan emberek, akik szívesen csatlakoznak, és sokan állnak a jó ügy mellé. És ez jó dolog. Ezen a születésnapi gálán az, amit most felsoroltál, hogy milyen, mekkora szegmenssel foglalkozik a hakme, ez fölvonul ezen a gálán? Vagy hát igyekeztek minél nagyobb palettát bemutatni? Nem. Én azt gondolom, hogy ezen a gálán az egyesületünknek a nótaköre, az énekesei, a cigányzenekara, illetve nagyon sok olyan tag fog föllépni, akik pártoló tagjaink. Művész kollégák, többségében ugye édesapámnak a tehát művész kollégái. Tehát szorosan kötődnek az egyesülethez. Igen, vagy dolgoztak a 10 év alatt velünk, vagy édesapámmal a 47 év alatt. Ja, hát igen, arról már megemlékeztünk arról a 47-ről. Igen, csak kevés. Tehát nehéz ezt a műsort is összeállítani, mert sokszor már az a baj, hogy annyian jelentkeznek, hogy szeretnének apuval, és jönnének, hogy tehát határt kell szabni. De akkor azért tehát csak... vannak, sokan vannak. De azért most már kialakult a gálán. Igen, hát most az idő... Csak hogy keltsük fel egy igen, picit az idő hiánya miatt ugye nagyon kevés, mindenkinek nem tudunk úgymond teret adni, hogy lépjenek velünk. Hát a csak teljes igénye nélkül. Igen, azért egy pár nevet azért említenék. Löblon Győző, Tóth Éva, Ötvös Csilla, Búvári Lívia, Bányai Marci, Dévai Nagy Kamilla, a lányom, unokám fog föllépni. Azért szép, hogy így megy végig a család, nem? Tehát, hogy mindenki muzsikál. És ami még nagyon szép lesz, van egy tagunk, aki a nótakörünkben egy legidősebb néni, és ő a legidősebb és a legfiatalabb, a kisfiam közös duettet fognak énekelni. Igen. Tehát, hogy ez is egy különlegesség lesz, hogy a legidősebb tagunk és a legfiatalabb tagunk. Mondtad, hogy nincsen most önálló helyetek, vagy székházatok, vagy ilyesmi. Ettől függetlenül próbáltok, csak mindig máshol? Szakmai munka folyik. Hál' Istennek itt az Adi Művődési Házban kaptunk lehetőséget arra, hogy itt hétvégén, ugye hétvégén, amikor van üres terem, akkor tudunk itt azért a nótakörrel tudok foglalkozni, tehát a nótaköri próbák. Ezt gondolom az állandó foglalkozást igényel. Igen. Hiszen ez egy nótakör, nem profi énekesekről van. Havi két alkalommal. Jönnek profi énekesek is, mert ugye nagyon sokszor van, hogy megyünk fellépésre, és akkor a fellépés előtt, hogy a zenekarral tudjanak próbálni, meg hogy állítsam be nekik a hangnemet, mert sok profi énekes is jön, hogy hát nem jó nekik az a hangnem, akkor nézzük már meg, hogy milyen hangnem lenne jó, magas, vagy éppen mély, vagy tehát a stílusban, hogy segítsek nekik. Hál' Istennek elég sokan jönnek, úgyhogy ez is, tehát ez a szakmai munka azért folyik, és remélem, sokan vidékről járnak föl rendszeresen, tehát nem csak budapestiek, hanem az ország legtávolabbi pontjáról följönnek azért, hogy a mi zenekarunkkal gyakoroljanak. Éppen most Debrecenből csatlakozott hozzánk az egyesületünkhöz egy, aki a debreceni Csokonai Színházban dolgozott, mint 30 évig színész, és egyébként énektanár, úgyhogy ő most csatlakozott hozzánk, éppen most elsőjén jön velünk fellépésre, mert az egyik csapatomnak az egyik fele, ők a 15. kerületben Majálison fognak fellépni,
én előtte már aláírtam egy szerződést, mi Tomaj Monostoron lépünk fel egy csapattal. Tehát megosztjátok az előíteket. De akkor ezek szerint van mit megosztani. Van, hál' Istennek van, úgyhogy. Jó, a gála után ez egy elég hosszú nap lesz, tulajdonképpen az egész nap erről szól, nem? Ez a május 14-én, mert a gála után lesz a már említett aranycínege nóta verseny. Ez is azért már kinőtte magát? Igen. Tehát most már negyedik alkalommal rendezzük meg az aranycínege nóta versenyt. Az előző évek folyamán Szlovákiából, Szerbiából, Romániából, Magyarországról érkeztek versenyzők, és az első évben ugye az volt az újdonság, az első év, ott nagyon sokan, 80-an jelentkeztek be körülbelül. A második évre már kevesebben voltak, a harmadik évre még kevesebben. Idén kíváncsi leszek, hogy mennyien fognak eljönni. Eddig azt gondolom, hogy a betegségek voltak az okai, mert februárban rendeztük a versenyt, és most május lesz, tehát reméljük, hogy jó idő lesz, és akkor mindenkit lesz a versenyen. De körülbelül mekkora mezőt kell elképzelni? Én azt gondolom, hogy egy 40-45 főre számítunk körülbelül. Ez amatőr nóta verseny? Van kitétel az, hogy kik indulhatnak? Van valami megkötés? Igen, a megkötés annyi, hogy 18 életévét betöltött. Lehet felnőtt? Felnőtt, így van. Lehet előadóművészi engedéllyel rendelkező személy is, tehát hivatásos is lehet, és lehet amatőr is. Tehát nincs megkötve az, hogy csak amatőr. Nincs is kategóriákra bontva, hanem mindenki versenyez mindenkivel. Mindenki versenyez mindenkivel, a kor nem számít, tehát felnőtt legyen. Kor nem. Így van. És vallási megkötések nincsenek. Így van, mindenféle megkötés nélkül indulhat, és nyílt pontozással fogják őket értékelni. A zsűri, 5 tagú zsűri lesz, nyílt pontozással. És hát még annyit mondok, hogy visszatérve arra, hogy 18 év, Szolnokon, ahol aranykoszorúdíjat kapott az édesapám, ott én ezüstkoszorúdíjat kaptam, és volt egy fiatal lány, aki énekelt, és ő 16 éves volt. És nagyon tehetséges leányzó, akit szintén meghívtunk a versenyre. Korengedménnyel. Nem, fog énekelni, de versenyen kívül. Ja. De meg kell őt mutatnunk. Tehát nincs engedmény. Nincs. Nincs. Tehát nekünk a célunk az, hogy ugye a kultúrát továbbadjuk, és vigyük tovább. És nagyon jó, hogy vannak fiatal tehetségek, és a fiatal tehetségeket mi pártoljuk. És ez is fontos része az egyesületünknek, hogy a fiatal tehetségeket bemutassuk és vigyük magunkkal. De azért az is fontos része az egyesületnek, hogy a cigány zenét tovább vigyétek, nem? És hogy abban is keressetek fiatal tehetségeket. Természetesen. Mert gondolom azért annak a táptalaját is valahogy fönn kell tartani. Ez így van. Remélem, hogy hamarosan vissza fog ez térni. Most már ugye Ungarikum lett a magyar nóta, a cigány zene, és remélem, hogy ez sokáig így is fog maradni, és talán bízok abban, most újra már van arról szó, hogy újra bevezetik ugye a kötelező vizsgát. Mert felhígult? Igen, felhívult. Szóval az a baj, megmondom őszintén, nagyon sok műsorra járok, nótaköröket megyünk kísérni. Éppen múlt 2 hete voltunk Püspökladányba, ott az egyik egyesület meghívott bennünket. 10 éves volt az az egyesület is, és körülbelül 40 énekes volt. 40 énekes. Most nem megsérteni, sem megbántani szeretném őket, csak... Csak nem volt magas a színvonal. Nem. Na most volt egy... A 40-ből körülbelül volt 8 fő, aki azt mondom, hogy azt a szintet megütötte, hogy színpadra álljon egyáltalán. De hát ugye színpadra állt mindenki, adtak lehetőséget arra, hogy akik ilyen fürdőszobai, úgymond fürdőszobai énekesek, tehát azok is énekeltek. Na most erre föl van egy olyan tárgyalás, most éppen tárgyalás folyik arról, hogy újra bevezetik a kötelező vizsgát. Tehát, hogy valóban ne híguljon föl a szakma, ez ugyanúgy az énekesekre, a zenészekre is vonatkozik, mert sokszor vannak olyan zenészek is, meg énekesek, akik ugye azt a bizonyos szintet nem ütik meg, és ez, én úgy gondolom, hogy ez lerombolja a mi szintünket is. Tehát... De nem azért volt ez régebben? Azért régebben, amikor nagyon sok étteremben volt színvonalas cigányzene, meg magyar nóta éneklés, vagy ilyesmi, akkor eleve a kínálat hozta, vagy a kereslet hozta a minőséget is, hiszen így aki van. Nem volt jó, az nem maradhatott ott, mert nem tudott megmaradni, és mivel sok volt a cigányzenész, hívtak mást, aki jó volt, nem? Tehát, hogy maga, aki, ahogy dolgoztatok, meg ahogy dolgozott ez a szakma,
úgy hozta ezt a minőséget is, hiszen piaci alapon ment az egész. Aki igen. rossz, nem játszik. Igen, csak a mai világban most azt meg gondolom, nincs étterem már, ahol ezt meg lehetne csinálni. Nem csak a cigányzenéről, bármiről, tehát ami kultúra és művészet, most nézzük csak az énekeseket. Persze. Tehát a könnyű zenei éneklésben is azt gondolom, hogy mindenki ma már színpadra áll. És lehet, hogy a jó népnek mondhatnám, hogy az kell, de nem feltétlenül kéne mindenkinek színpadra állni. Hát ez így van. Tehát, hogy ezt is vizsgál... kell mindenkinek. Tehát, hogy ezt is vizsgához kötik, tehát igenis azt gondolom, hogy mindenki vizsgázzon le, legyen róla papírja, uh-huh. és akkor utána az élet eldönti, hogy kell-e a szakmában, vagy sem. Uh-huh. Például egy ilyen versenyes segített ebben, hogy akkor igen. nyilván a versenyen azért az valami megmérettetés, tehát látszik, hogy kik nyertek, a valószínűleg akik nyertek, hát, azok a legjobbak, valószínűleg, hogy igen. tudnak utána csinálni. Meg a zsűriben is olyan emberek hát, ülnek, gondolom. Akik valaha az engedélyeket kiadták. Aha. Tehát szakmabeli emberek, tehát... Tehát egy kicsit most ez olyan, mint hogyha ha így mérettetnének. Így van, és ezt szeretnénk majd újra egyébként az énekesek részére is, a zenészek részére is, egy ilyen úgymond vizsgáztatni újra őket, hogy a szakmának azt a részét, hogy mennyire tudják a szakmát ugye egyáltalán színpadra vinni, vagy éppen egy étteremben, ahol játszani kell, hogy tudnak megfelelően tudnak-e játszani, vagy énekelni. Jó, tervek következő 10 évre? Ne soroljátok föl mindent, mert akkor még itt tudunk egy napig, csak hogy merre megy tovább az Egyesület, mert el tudom képzelni, hogy egy 10. születésnap azért az ember húz egy ilyen cezúrát, visszanéz, hogy mi volt eddig, és azért eldönti, hogy mi lesz következő. Hát szeretnénk továbbra is ugyanúgy működni, szeretnénk majd egy önálló helységet majd valahol újra. Hát remélem, hogy az is el fog jönni az az idő, amikor lesz újra egy helységünk, ahol tehát nem csak az, hogy 2 hetenként, hanem az, hogy napi szinten tudjuk a igen. munkánkat. Szóval kell egy bázis, ahová a gyerekeket is tudjuk hívni. Aha. Tehát egy megszokott hely, mert a gyerekeknek biztos pont volt, hogy volt egy klubhelyiségünk, minden évben tudták az énektanárok és a zeneiskolák hogy is, mikor, hogy hol az a hakme, és mikor kell menni versenyre, tehát ezek fixen beálltak. Uh-huh. Most, hogy nincs helyiségünk, ez úgy hiányzik. Hiányoznak a tánctalálkozók, uh-huh. ahol a táncosok sokszor találkoztak. Volt olyan rendezvényünk, ahol egy alkalommal 100 ember is megfordult a színpadon. Tehát ezek azért nagy dolgok. Tehát ez most a fő cél, hogy legyen újra egy bázisotok. Így van, ha szeretném. Egyet kiemelünk, akkor ez az. Meg gondolom azt, hogy tovább vigyétek azt, amit eddig is csináltatok. Nagyon és szeretnénk. Hogy akkor legközelebb már a 10. mondjuk Arancinega versenyről beszélünk. Így van, és nagyon szeretnénk még a 15 és a 20 éves jubileumot is megünnepelni. Na, ez szép végszó, de azért még végszóként légy szíves, valamelyikőtök mondja el azt a május 14-ét konkrétan, mikor kezdődnek a dolgok. Május 14-én. Meg hol? Rákospalotán. A Hubay Jenő zeneiskolában, Bocskai utca 78, annak a koncerttermében kezdődik. 10-kor van egy ünnepélyes megnyitó, uh-huh. és utána van az Egyesületünk 10 éves gála műsora. A gála műsor után tartunk egy rövid szünetet, és utána kezdődik az Arancinege verseny, ahol kezdődik egy selejtezővel, a selejtező után pedig valószínűleg egy kis ebédszünet, és utána lesz a döntő. Ez mindenki számára nyitott. Mindenki nézőként. Számára, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk a nézőket is, és ne talántán, ha valaki úgy gondolja, hogy megméretteti magát is, eljön a versenyre, szívesen látjuk a versenyen is. Hát lehet, hogy én is a fürdőszobában most kipróbálom, mennyire vagyok jó, aztán végén még jelentkezem, tehát még ilyen lehet jelentkezni. Lehet, így van. Természetesen. És várunk az Egyesületbe tagokat is szeretettel, na. mert hogy nekünk ugye mindenféle tagozatunk van, akár a színház tagozathoz, várunk csatlakozókat, akiknek kedvük van, vagy csak eljönni és meghallgatni, rendszeresen szoktunk a Petőfi Tanya étterembe fellépni. Most 24-én is lesz egy anyáknapi műsorunk a Petőfi Tanyában, 16 órai kezdettel. Na, de május 14-én pedig születésnapi, 10 éves születésnapi hakmegála és Arancinege Nóta verseny. Boldog születésnapot, és köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget.